Én úgy látom, hogy a siker az annak köszönhető, hogy igazi csapatként tudtunk együtt küzdeni, csúsztunk, másztunk egymásért, és tényleg kitettük szívünket, lelkünket a pályára, de azt gondolom, hogy persze a labdabirtoklásban ugye a Fradi jóval fölénk nőtt, de kimondott nagy helyzeteink, én úgy gondolom, hogy nekünk volt, amellett, hogy nekik volt két kapufájuk, de azt úgy éreztem, hogy nem olyan nagy helyzet volt, mint mondjuk a miénk, amikor kapussal szembeálltunk. De ettől függetlenül én megállom a kalapomat, hiszen mindenki hatalmasat küzdött, és nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt két hétben. Úgy érzem, hogy a csapat megtett mindent azért, hogy megszerezzük a három pontot, illetve nekünk minden mérkőzés ugyanaz, nincs különbség Ferencváros, Debrecen vagy bármelyik csapat között. Mindenhol nyerni szeretnénk, most ugyanígy volt ez ma is. Úgy érzem, hogy nem volt hiba most a gépezetben, és mind támadásban, mind védekezésben mindenki kivette a részét, és 100%-ot tudott nyújtani. Először léptél pályára a Puskás Akadémia felnőtt csapatában, ráadásul csapatkapitánként. Számítottál rá, hogy ennyire jól fog sikerülni a debütálás? Nagyon vártam már ezt a pillanatot, hogy pályára lépjek. Ugye a szezon elején pont az első fordulat volt egy tércelak szakadásom, ami miatt várni kellett. És hogyha mondhatom, az elmúlt fél évet, ugye nem sokat játszottam ugye a Videótonban, szóval tényleg már nagyon vártam a játékot, hál' Istennek tényleg jól sikerült. Az pedig, hogy csapatkapitány voltam, az nagyon meglepett, de úgy gondolom, hogy próbáltam minden fronton helytállni, próbáltam mindenkinek segíteni. Óriási gólt lőttél, aminél talán csak a helyzetfelismerés volt nagyobb. Tudatos volt? Így van, igen. Kedden visszaérkeztem a válogatottból, és Vince Ricci felhívta rá a figyelmemet, hogy meg lehet próbálni. Hát megmondom őszintén, gyakorolgattam a héten, de egyáltalán nem sikerült, még kaput sem nagyon találtam. Nem lepett meg, pont ugye itt jön mögöttünk. Készült erre, még reggel edzésünk is volt, és bemondta előre, hogy ő fogja szerezni a gólt, és gyakorolt is egész héten, hiszen kielemeztük a Fradinak ugye a játékát, és nagyon sokszor ugye a Dinikinnál a kapuból él a játéka, de gondolom ezt kérik is tőle, hiszen a mai modern fociban ez úgy gondolom, hogy minden nagyobb klubnál vagy egy olyan támadó focit játszó csapatnál elvárt, de kicsit sem lepődtem meg, nagyon szép gól volt, most előre kimerem jelenteni, hogy szerintem az év gólja volt, és ezzel tudtunk nyerni, az meg még egy plusz ráadás erre a történetre. Nagyon boldog vagyok, hogy ez pont a mérkőzésen sikerült, és hogy ezzel meg is tudtuk nyerni a mérkőzést, de itt sablonszövegeket félretéve, itt én úgy érzem, hogy itt teljes csapat győzelem volt, és nem külön egyénekről szólt ez a mérkőzés, hanem csapatrészekről és egy igazi csapatról. Nektek sikerült először legyőzni a Ferencváros a szezonban, ez mekkora lökést adhat nektek? Megindulhat a csapat felfelé a tabellán? Hogy érzed? Úgy érzem, igen, hogy a Videóton és a Honvéd legyőzése után a Ferencváros legyőzése is egy óriási skalp, de még egyszer mondom, tehát, hogy persze nyilván azért ez egy jó statisztika, hogy megvertük a Ferencvárost, illetve védít meg a Honvédot, de mondom, nincsen különböző csapat nálunk, mindenhol nyerni szeretnénk, mindenhol nyerni megyünk, itthon is mindig itthon szeretnénk tartani a három pontot, szóval ugyanígy fogunk tovább dolgozni jövő héten is, illetve azután is ezt meg tudom ígérni a csapat nevében. Így van, azt gondolom, hogy egy ilyen győzelem az azért önbizalomban mindenképp hatalmas pozitívumot ad mindenkinek, de most nem szabad azért hatalmas nagy örömbe csapni, hiszen jövő hétvégén már mérkőzés van ránk, aztán nehogy az legyen, hogy itt elhisszük, hogy tényleg milyen jók vagyunk, ugyanilyen alázatosan, hogyha csináljuk, ugyanígy meg tudunk egymásért dögleni a pályán, akkor lesz eredmény, és akkor jövő héten is eredményesek tudunk lenni, de tényleg szépen csendben kell lennünk, csinálnunk kell a dolgunkat ugyanúgy hétről hétre, keményen kell edzenünk, és akkor úgy néz ki, hogy ki is jön az eredmény, hiszen az elmúlt három hazai mérkőzésünkből 3-at megnyertünk, és mondhatom, hogy Magyarország 3 legjobb csapatát tudtuk megverni.